Ezeket a felvételeket a megyei katasztrófavédelem készítette múlt héten, amikor Gálva Vencsellőn vált lakhatatlanná egy ingatlan. A tűz a padláson keletkezett, a családot másik lakásba kellett költöztetni. Ezek a felvételek pedig kedd éjszaka kővágó szőlősen készültek. A nagy szél miatt oltás közben a szomszédos ingatlanokat is védeni kellett, hogy ne terjedjen tovább a tűz. Ez csak kettő az idei lakástüzek közül. Országosan az első negyed évben 24 000 négyzetméternyi terület égett le, ami olyan, mintha 270 panellakás teljesen kiégett volna. A számadatok pedig megyénkben is magasak. Megyénkben az első negyed évben 125 lakástűz történt, április 14-ig pedig összesen 138 esethez vonultak a tűzoltók, összesen több mint 1100 négyzetméternyi terület égett le. Jellemzően kisebb lakástűzek történtek térségünkben, de sajnos volt olyan több ingatlan is, amelyek lakhatatlanná váltak a tűz következtében. A lakástüzek száma valamivel több, mint amit a korábbi években tapasztaltak, hiszen a koronavírus járvány miatt többen és többet tartózkodnak otthon. A home office és az online oktatás miatt egyszerre több eszköz is működik egy-egy lakásban, ilyenkor pedig nagyon leterhelté válhatnak az elektromos hálózatok. De más is okozhat problémát. Voltak olyan esetek is, ahol mondjuk egy-egy gyertya vagy rosszul beoltott cigarettacsik okozott problémát. Érdemes odafigyelni ezekre a dolgokra, hiszen a tűzvizsgálatok azt mutatják, hogy a legtöbb lakástűz hátterében emberi gondatlanság vagy figyelmetlenség lapult. A szakemberek felhívják a figyelmet arra, hogy egy pár ezer forintos füstérzékelő beszerzésével akár milliós értékeket is meg lehet menteni. Ez az eszköz 85 decibellel sípol és jelzi a bajt. A statisztikák azt mutatják, ahol volt ilyen, nem történt jelentősebb anyagi kár.